Szervusztok! Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát látjátok. Ez azt hiszem rám ragadt az elmúlt 99 videó alatt. Ma következőről lesz szó. Kicsit csinálunk egy ilyen évértékelő videót, hogy hol is tartunk. A YouTube csatorna az alapvetően december 29-én indult 2017-ben, tehát két nap hiány egy évesek vagyunk, és arra gondoltam, hogy annyira vicces belenézni abba, hogy mennyit változott a technika, meg a technológia, meg az, ahogy ez itt az egész működik, hogy nézzünk bele abba a videóba, ami a legelső videó volt. Őrület, hallod? Várja, kicsit visszatekerem. Nem látom semmit. Tájunk meg egy pillanatra. Azt azért látni, hogy annyira nem jöttem rá, hogy hogy lehet ezt a négy képet úgy szépen egymás mellé rakni, akkor még Sony Vegasban, hogy ne legyenek ilyen fekete csíkok közte. Hihetetlen. Megint csak álljunk egy pillanatra, ezt a céges laptopommal vettem föl, ami ekkor már 5 éves volt, és nem vettem észre, mindaddig, ameddig ezt a videót vissza nem néztem, hogy olyan szinten az építkezésen szétcsiszolódott a lencse, a webkamerának a lencséje, hogy gyakorlatilag bemattult az egész, és egy élvezhetetlen fos lett az egész. Elfelejtettem bekapcsolni a hangot. Ez gyakran előfordul velem, ugye most is elfelejtettem átkapcsolni a videót ide a Szervusztok, Schmidt középső monitorra. És a búcsú barátom szólt, hogy végig mono. Tehát csak a bal fülön hallatszik. Majd technikai részletében kitérünk, az a lényeg, hogy ugye ezek a mikrofonok monók, és akkor még nem tudtam, hogy OBS-ben hogy kell beállítani azt, hogy egy mono mikrofon sztereóban adjon ki. És az Ava Group Media első adását látjátok. A mai adásban be fogom mutatni az Ava Group Médiát, illetve össze fogjuk szerelni ezt az IBM vásárolt komponenst. Egyrészt körülbelül egy hónapot lamentáltam azon, hogy elkezdjük-e, mert én ehhez akartam venni egy mikroszkópot, egy ilyen elektromos mikroszkópot, amit rá lehet dugni, mint egy webkamerát a számítógépről, hogy valamit látsatok ebből a nyáklapból. Arról nem beszélve, hogy itt a kép tetején látszik, hogy a lámpa, ami megvilágítja az asztalt, az itt libeg fönt a kép tetején. Hihetetlen. Az Ava Group Media azzal a céllal jött össze. Jó, azt hiszem, egy elég is a nosztalgiázásból. Hát elég komoly ugrást tettünk a jövőbe. Van szép kameránk, van szép mikrofonunk, meg még egy kamera, meg stúdiólámpa. Ez egy utazás volt. Erre az utazásra elkísértetek engem ti mindannyian. És az a helyzet, hogyha megnézzük jelenleg a csatornát, az a cél, hogy legyen 1000 feliratkozó ebben az évben, azt igenis sikerült elérni. Hatalmas. Egyrészt fantasztikusak vagytok, kizárólag pozitív, túlnyomó részt pozitív kommenteket kapok, nagyon sok lájkot kapok, azok, akik mocskolódva kezdenek el írni, ők is a végén rájönnek, hogy nem tudnak fogást találni az emberen, tehát igazából annál értelmesebbek vagyunk, hogy most ilyen szitkozódásokba belemenjünk.
mindenki erőt ad, és mindenki azt diktálja, hogy ezt csináljuk tovább. Nagyon élvezem, egy kiváló hobbi, és most, hogy elértük a 1121 feliratkozót, igazából profit ott is fog tudni termelni. Nem megyek abba bele megint, hogy mennyit költöttünk. Amúgy azóta, amit júniusban vagy júliusban csináltam videót, azóta még költöttünk pénzt a csatornára, hisz előfizetünk az Adobe-ra, az havi 60 euró, előfizettünk a TubeBuddy-ra, amit akkor még csak teszteltünk, mindegy, nem ez a lényeg, megéri. Fantasztikusak vagytok, nagyon szépen köszönöm minden egyes feliratkozónak a feliratkozást, minden kommentnek örülök, hisz a ti segítségetekkel tudunk csak jobbá válni. Ezt együtt érjük el, ahogy a honlap mottoja is mondja, csak együtt vagyunk képesek a legjobbra. Ezt én teljesen komolyan gondolom, és most, hogy 1121-en vagyunk, csak még jobb lesz. Ha már itt a számokkal dobálózunk, azon túl, hogy 1121 feliratkozója van a csatornának, amivel azért már egy rendesebb színháztermet meg lehet tölteni, majdnem 90 ezer videó megtekintésünk van, egészen pontosan 89.800-an nézték meg a videókat, és 99 videó van fönn, és ez lesz a 100. videó, hogyha meg lesz vágva. Majdnem elfelejtettem azt, hogy itt a karácsony. Mint látjátok, Károly, a karácsonyfa, alatta a karácsony ajándékom, amit feleségemtől kaptam. Ez az ajándék hozzájárult ahhoz, hogy ezt a streamet most meg tudjuk csinálni. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy mennyire állat volna, hogyha lenne egy ilyen stúdió mikrofonom. Egy Rode USB, nem, Rode NT kötőjel USB típusú mikrofont szerettem volna vásárolni, ami nagyságrendileg olyan 150, talán 120 euróért már meg lehetne szerezni. És, de hát ugye kijelentettük január júniusban, hogy már nem költünk többet saját pénzből a csatornára, mert így is rengetegbe került ez az egész. És asszonytól kaptam azt a csomagot, amiben alapvetően nem egy mikrofon van, hanem ennek a Rode Zoom H1 mikrofonnak, amivel ugye a mikroportos felvételeket szoktam fölvenni. Ahhoz van egy ilyen állvány, meg egy ilyen bohócor, ami lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag professzionális mikrofonnak használjam, tehát ez úgy működik, hogy ezen a kábelen keresztül bele van dugva a számítógépbe, ez csak áramot ad neki, és így kristálytiszta a hang. Asszony is hozzájárul a dolgokhoz azért, hogy előre lépjünk, illetve még kaptam tőle a mikrofonhoz ilyen, hol is van? Egy ilyen fluffit, amivel, hogyha szél van, akkor nem fog már sisteregni annyira a hang. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Kezdem azt hinni, hogy az én feleségem olyan, mint Kalambó felesége. Mindenki tudja, hogy létezik, de soha nem látta senki. Azon túl, hogy hobbim a tankozás, az elektronika, meg a YouTube-ozás, nagyon szeretek rajzolni. Úgyhogy vettem a fáradtságot, nem volt fáradtság, és lerajzoltam a feleségemet, azért, hogy láthassátok, hogy milyen csodálatos asszony, így néz ki. Van szép hosszú haja, füle, szeme, mindig mosolyog, és két keze van meg két lába, úgyhogy ő a feleségem. Mármint, hogy így néz ki. Nagyjából. Na, mindegy. Mármint nem mindegy, az asszony nem mindegy, úgyhogy mindenkinek kívánok karácsonyt. Hú, de eltántorogtunk innen a Károlytól, a karácsonyfától. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet, mielőtt elfelejtem ezt is. Tehát, hogy mitől fog élni a csatorna?
Most, hogy elértük az 1000 feliratkozót, elég komoly változások vannak. Egyrészt az 1000 feliratkozóknak, tehát nektek köszönhetően, most már nem egy ilyen hosszú, hogy nézett ki ez régen, nem az a csatorna címe, hogy UCCSORPIQY és a többi, hanem most már, ha beírjátok a YouTube vagy a böngészőbe, hogy www.youtube.com/c/avagroupmedia, akkor rám találtok, valaki leiratkozott közbe, úgyhogy már csak 1120-an vagyunk. Jó, mitől fog még élni a csatorna? Egyrészt fogok erről még egy videót csinálni. Mindenképpen hatalmas köszönet jár legelső részt az imént lerajzolt feleségnek, másrészt ST22 Lacikának, hisz nagyon sokban támogatott. Igazából az egész csatorna azért jött létre, mert ő azt mondta, hogy ne lamentáljak rajta, hanem vágjak bele. Másrészt, ugye tudjuk jól, nem titok, hogy a legnézettebb részeink a csatornának az, amiben a ST22 Lacika, Dajka László is szerepel. De az ő támogatása mellett föliratkoztunk a TubeBuddy nevű szolgáltatásra, amely gyakorlatilag egy ilyen SEO, tehát Search Engine Optimization szolgáltatás YouTube-osoknak. Eddig ugye körülbelül 5 euró volt havonta, most már körülbelül 10 euró lesz, hogy elértük a 10 feliratkozót, viszont hogyha valaki ezzel a linkkel szintén csatlakozik a TubeBuddy családjához, akkor én abból nem egészen emelem szinten, de néhány eurócent jutalékot kapok vissza, úgyhogy ez majd segít abba, hogy több jó kamerát, meg mikrofont, meg egyebeket tudjunk vásárolni magunknak, nektek. Másrészt, hogyha akartok támogatni, akkor itt a Patreonon ezt megtehetitek. A TubeBuddy linket is majd a videó alatt meg fogjátok találni. A Patreon linkünk pedig a www.patreon.com/avagroupmedia. Itt ezen a honlapon keresztül havi rendszerességgel küldhettek nekünk akár csak $1 is, és minden itt érkezett pénzt, azt például a Premiere Pro előfizetésbe, a TubeBuddy előfizetésbe és hasonló folyóköltségekre fogunk fordítani. Amúgy csak mondom, hogy az ST22 Lacikának már van 6 Patreonja. Ő nem mutatja meg, hogy ő a Patreonjaitól mennyit kap, de nálunk, vagy hát nálam ez majd látható lesz. Tehát jelenleg nincsen Patreon, de bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz. Mik a tervek? A Patreonra visszatérve szeretnék csinálni néhány olyan videót, pontosabban mindegyik le van már forgatva, csak nincs időm megvágni őket, amik csak Patreonon lesznek elérhetők. Ezért most lehet, hogy megharagusztok, vagy sem. A dolognak több oka is van. Egyrészt, amikor születésnapomra asszony befizetett a Bovingtoni Tank Múzeum Tiger Day nevű, a 10. Tiger Day nevű eseményére, akkor vittem magammal kamerát, meg gimbalt, és olyan 200 gigabájtnyi videófelvételt csináltam. Ezek között a videófelvételek között például fölvettem a komplett múzeumot. Tehát úgy képzeld el, hogy a bejárattól végig rohantam, rassoltam az egész múzeumon kezembe a kamerával, tehát az, aki nem engedheti meg magának, hogy fölüljön a repülőre, elrepüljön Londonba, ott autót béreljen, és 2,5 órát autókázzon Bovingtonhoz, ahol belépő jelenében még meg is nézheti a kiállítást, majd bérel magának egy szállodát, mert ugye ezt egy nap alatt oda-vissza nem lehet megcsinálni, azok számára fölvettem az egészet, és ez a videó, hogyha beszerkesztésre kerül, mondom még egyszer, ez csak idő
korlátja van, tehát hogy mennyi időm van vele foglalkozni, akkor kizárólag Patreon támogatóim részére lesz elérhető. Ugyanígy ez alatt a két nap alatt elmentem a Belfast hadihajóra, ami Londonban a Temzén csücsül, és ott is végigrasoltam az egész hadihajón, kamerával és gimbalal a kezembe, a gépteremtől egészen a hajóhídig. Ez is, hát, azt hiszem 2 órás videó, de 1 óra biztos. Azért biztos, hogy nem több 2 óránál, mert nem volt 2 órám, mert utána indult a repülőm vissza, akarom mondani, Nürnbergbe. Tehát ezt is egyszer össze fogom szerkeszteni egy hatalmas videóba, és elérhető lesz Patreonon keresztül. Terpe van véve 2 új epizód, ami részben van leforgatva, és szintén csak a Patreonok fogják látni. Egyrészt meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogy tudtok elrejteni bármilyen adatot a számítógépen, hogy nagyon nem menjünk bele a témába, mindent el tudtok rejteni, és csak ti tudjátok előszedni azt, csak akkor, hogyha megvan a jelszó hozzá. Na most, ez miért kerül föl csak Patreonra? Azért kerül föl csak Patreonra, mert egyrészt, ha már a szoftverrendőrség ennyire érdeklődik a téma iránt, akkor legalább ők is fizessenek legalább 1 dollárt, hogy megnézhessék, hogy mit keressenek. Nem titok, nálam is van olyan adathordozó, amin vannak adatok félrerakva, biztonsági mentések. És 2 dolog van, egyrészt tudni kell, hogy hol keressen az ember, amit tegyük hozzá, hogy egy gyakorlott informatikus talán rájön, másrészt kell hozzá a jelszó. Jelszó nélkül nem tudják föltörni. Ugyanakkor jogilag, ha nem adsz ki jelszót, akkor büntethetővé teszed magad. Tehát ha ajtóban áll a szoftverrendőrség és a fejedhez egy berettát nyom, hogy már pedig most megmondod a jelszót, és te azt visszautasítod, akkor letartózhatnak azért, mert hogy nem hátráltattad a nyomozást. Viszont még mindig nem tudják, hogy mi van az adott adathordozón. Mindenki magának döntse el, hogy ez mennyire az ő kenyere vagy sem. A lényeg, hogy ezt a dolgot, ez csak Patreonon lesz elérhető. Most megjegyzem, nincs teljesen biztonságos rendszer. Ezt is föl lehet tölteni, akarom mondani, föl lehet törni, de csak olyan számítógéppel és annyi idő alatt, amennyiért már nem éri meg. Tehát évekig tart egy szuper számítógépnek föltörni a kódodat, természetesen, hogyha nem egy 3 betűs kódot adtál meg. Illetve ugyanebből a témából kifolyólag lesz egy olyan epizód, ami szintén csak a Patreonon keresztül érhető el, és ez az epizód arról fog szólni, hogy hogy tudsz úgy internetezni, hogy kívülről ne lássák, hogy te mit csinálsz, tehát hogyha föltörik a wifi-det, ha lehallgatják a NSA-esek, vagy hogy hívják ezeket a titkos ügynököket, a te internetedet figyelik, hogy ha le akarsz tölteni egy MP3-at, senkit se buzítok torrentezésre, de esetleg torrentezni támad kedved. Hogy tudod mindezt úgy megtenni, hogy ne tudjanak elkapni? Természetesen most mindenki fölkiáltat, hogy hát ott a Tor! Igen, van egy olyan szolgáltatás, a Tor nevű hálózat, böngésző, ki melyik részét használja, ami ebben segít. Ugyanakkor a Tor hálózatot is figyelik. Tehát, ha te föllépsz a Tor hálózatra, ők azt nem látják, hogy te mit csinálsz, de azt látják, hogy a Tor hálózatán mókolsz. Tehát gyanúsá teszed magad. Na most az én módszeremmel nem használod a Tort, tehát nem lépsz kapcsolatba egy gyanús hálózattal. 2 dolgot látnak, hogy egy nagyon erősen kódolt adatforgalmad van,
valahol külföldön, amin teszem a több terabájt adatot töltesz le meg föl, ami nem büntethető, de nem látnak bele abba az adatfolyamba, és nem is tudnak belelátni abba az adatfolyamba, hogy ott mi történik. Tehát ezt a részt is csak Patreon tagoknak fogom megmutatni. Hát végül is ennyi. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerőseitekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!